és természetesen Horváth Zoltán is ott van a 11-es pont és az 5-ös között. Így még lehet belőle valami gól! 2-2! Az ide-oda pattogó labdát végül Horváth találja meg, és nem haboz, hanem kapásból a bal alsó sarokba továbbít. Hát rémálomszerűen kezdődött és zajlott ez a mérkőzés az első 30 percben. Aztán most kezd kiegyenesedni az első félidő végére.